Sziasztok! Ebben a videóban megnézzük, hogy hogyan, illetve mivel érdemes lefertőtleníteni a perifériáinkat. Ugye mindenhol azt hallani mostanában, hogy most sokszor kezet, fertőtlenítsd le a kezedet, ez így is van, nagyon helyes, viszont sokan megfeledkeznek arról, hogy a perifériák is lehetnek ugyanolyan baktérium források, mint az utcán egy korlát, attól függ, hogy mikor takarítottuk le utoljára. Nos, mint mondtam, ez fertőtlenítés, ez nem részletes takarítás, tehát itt nem fogjuk leszedni a gombokat, nem fogunk teljesen benyúlni az érzékelők alá, szétszedni a billentyűzetet, kontroller tegeret, hogy az utolsó porszemet is kiszedjük belőle. Ez egy olyan takarítás lesz, ami igazából néhány 10 másodperc alatt elvégezhető, és kifejezetten ajánljuk, hogy minden nap tegyétek meg, főleg a jelenlegi helyzetben. Na de mi lehet a legjobb fertőtlenítő erre a célra? Nos, az a helyzet, hogy bármi. Jó, domestoszt utoljára hagyjátok, de lényegében, amivel a kezeteket is tisztítjátok, az jó lehet, hogyha fel tudjátok vinni egy kendőre. A gél alapú kézfertőtlenítőket, és hát az legyen az utolsó előtti, érdemes a folyékonyabb halmaz állapotban gondolkodni, azért az sokkal egyszerűbb kezelni. Én jelen esetben egy ilyen teljesen szimpla, spritznis üvegben tárolt kézfertőtlenítőt fogok alkalmazni. Hogyha nincsen kézfertőtlenítőtök otthon, akkor azt is megcsinálhatjátok, hogy szappanos vizet bekevertek, és azt viszitek fel a rongyra. Annyi a különbség a alkoholos és a szappanos víz között, hogy az alkoholos fertőtlenítő ugye elpárolog magától, azután nem kell még egyszer áttörölni száraz rongyal az adott eszközt. A szappanos víz esetében viszont ezt meg kell tennetek. Le is tépünk egy ilyen rongyot. Ez nem mikroszálas kendő. Jelen esetben igazából nem szükséges mikroszálasat használni, mert nem kijelzőt törlünk. Szépen fújunk rá spritzniből egy párat, és utána a gomboknak a felületét, az oldalát, amennyire csak lehet a gombok közé benyúlva, jó alaposan húzzuk rajta végig a fertőtlenítővel átütatott kendőt, emeljük meg a billentyűzetet, peremét is, az alját is, különösen ott a peremét, ahol a csuklónk is mindig hozzáér, amennyire csak tudod a gombok szélét, akár ide a peremek alá is benyúlhatsz, hogyha olyan billentyűzeted van, aminek nem süllyesztettek a gombjai. És igazából ennyi. Ez volt a billentyűzet, menjünk rá a kontrollerre. Nos, hát a procedúra is igazából nem nagyon változik. Fújjunk a eszközre, mármint a kendőre. Picit sokat fújtam, úgyhogy kicsit hagy jöjjön ki belőle. És utána szépen áttöröljük. Tényleg sokat fújtam. Nem baj. Az biztos, hogy ezen semmilyen baktérium nem marad meg. Itt nyugodtan görgőket is így megfoghatod, teker rajta egy kicsit, hogy minden baktérium tényleg, ami rajta van, könnyebben elpusztuljon. Amire érdemes figyelni ezen a kontrolleren, itt van a csatlakozó, ennél óvatosan, hiszen semmilyen folyadék nem lenne jó, hogyha belekerülne, hiába alkoholtartalmú a téma, jobb a békesség. És megtakarítjuk szépen alaposan a gombokat, a gombok pereméhez is nyúljatok be, akár a kontroller illesztéseihez is, sőt, ez kifejezetten fontos, a kontroller illesztéseit is amennyire csak lehet járjátok körbe, és hogyha ez megvan, akkor most már ez a kontroller is szép tiszta, le van fertőtlenítve, ezzel jóval kevesebb baktériumban jöjjön az egér. Nos, hát az egér esetében is ugye fújjunk egy kicsit a kendőre, és a fő felületét, tetejét jó alaposan, mivel ki van húzva a gépből, nem baj, hogyha benyomódik a gomb. Az a lényeg, hogy minden részét, amit csak lehet, érjünk el. Itt is, hogyha van rajta oldalsó gomb, azt is a görgőt ugyanúgy be lehet nyúlni, amennyire hozzáfér a kezed így szabadon. Oda nézzetek, milyen piszkos volt, pedig csak egy-két pontjára nyúltunk be. Tehát adott esetben a kábelt is nyugodtan
végig lehet húzni rajta a kendőt, hadd pusztuljanak a baktériumok. Természetesen az USB csatlakozót is, bár ez olyan gyakran ugye nem nyúlunk, attól függ mondjuk, hogy ki hogyan használja. Ha a laptophoz használod, akkor lehet, hogy napi szinten hozzáérsz. Nekem ez asztali gépbe van dugva, úgyhogy annyira nem vészes. És akkor részünkről igazából készen is van. Értelemszerűen fejhallgatóval is megcsinálható ugyanez, mert hát azt is megfogjuk, rátesszük a fejünkre. Úgyhogy ezt is nyugodtan töröljétek át, és ne feledd, hogy a periféria takarítás is ugyanolyan fontos, mint a kézfertőtlenítés. Ha tetszett a videó, akkor lájkold és iratkozz fel a csatornára, és a csengőt se hagyd ki a sorból. Kövess minket Facebookon, Instagramon, és látogasd meg az esport1.hu-t a folyamatosan frissülő hírekért.